Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. És következik a Megbeszéljük György Zsomborral, a Magyar Hang főszerkesztőjével, szervusz, Rab Lászlóval, a Mozgó Világ olvasó szerkesztőjével, szervusz. És természetesen Bolgár Györggyel. Azt hiszem, hogy a vírus helyzettel kell kezdenünk. A kormány pár órával azután egyébként, hogy a fővárosra közölték, hogy nem akarnak szigorításokat bevezetni, ugye a karácsonyi kérték azt, hogy a tömegközlekedésben legyen kötelező a maszk. Szóval pár órával utána egy kormányülésen eldöntötték, és másnap már közölték is a kormányinfón, hogy a kormány három ügyben szigorít. Az egyik a maszk használat, a másik a kötelező oltás elrendelhetősége a munkaadó által, és a harmadik pedig a különféle szociális és kórházintézmények látogatásának a tilalma. Most kérem szépen, ezt sokan bírálják, főleg azért, mert a maszk használat kötelezősége hétfőtől él csak. És ugye itt van egy hosszú hétvége, ami egy megemlékezős ünnepnek nem mondanám hétvégek, és hát nagyon sokan találkoznak ilyenkor családtagok, rokonok, ismerősök. Mit gondoltok erről? Hát lehetett rá számítani, hogy ez következik. Lehetett hónapokkal ezelőtt tudni, hogy amint vége lesz a vadász kiállításnak, meg lezajlik a békemenet, akkor egészen biztos, hogy valamilyen intézkedések jönnek. Ugye a számadatok azok igazolták is, hogy szépen haladunk előre. Nem lehet itt ilyen tömegrendezvényeket tartani. Hát tudta mindenki, hogy a negyedik hullám beköszön. Megtörtént. Én abszolút a szigor pártján állok egyébként, mert azt gondolom, hogy itt messze nem csak a személyes felelősségünkről van szó, hogy magunkat beoltatjuk, vagy sem, mi hogy vészeljük át ezt a betegséget, vagy hogy nem, egyszerűen felelősek vagyunk az embertársainkért, a társadalomért, olyan szempontból is, hogy hogyan reagál majd a gazdaság, hogyan korlátozzák, vagy sem esetlegesen a szabadságjogainkat ismét, illetve mindenek előtt, hogy miként fertőzünk, vagy nem fertőzünk meg esetleg olyan ennek kitett embereket, akik akár oltottak ugyan, de ennek ellenére veszélyeztetettek. És szerintem itt nem szabad elmennünk amellett, ezt egyébként az ellenzéki közvélemény jó részt megteszi, már mint hogy elmegy mellette, hogy bizony most is vannak oltottak súlyos állapotban kórházban, nem látunk elő semmifajta statisztikát, nyilván létezik, és én merem állítani, hogy ez nettó hazugság, amikor azt mondják, hogy nincsen statisztikájuk. Emlékezzünk csak arra a kormányzati szlogánra, ugye, amit jó részt Merkeli Béla szájába adnak, hogy az oltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg súlyosan. Itt akkor van egy logikai ellentét, ha nem tudjuk, hogy kik oltottak, és ők miként betegszenek meg, akkor miből jön ki ez az 1%. A valóság az, hogy ennél sokkal többen vannak súlyos állapotban a kórházban az oltottak közül, és ez véletlenül sem afelé terelném ezt, hogy az oltás nem jó, mert az oltás nagyon jó, minden oltás jobb a semminél, de bizony azt ki kell mondani, hogy ezen betegek jelentős része bizony a kínai vakcinát kapta meg annak idején, és abban a hitben voltak, döntően idős, krónikus beteg emberekről van szó, olyan emberek, akik abban a hitben voltak, hogy ők védettek, hiszen, mint ezt én meg annyi ismerőstől megkaptam, idősebbektől, hogy hát ők hálát adtak Orbán Viktornak azért, hogy megkaphatták jó hamar a Sinopharm vakcinát, és bizony lehet, hogy ezáltal rosszabb helyzetbe kerültek, hogy volt egy hamis biztonságtudatuk. Tehát én azt gondolom, hogy minden érzékenységünket félretéve most azt kell mondani, hogy a szigor igenis jó, a szigor kell, bármennyire nem szeretjük ezt mondani. Jó lenne abban hinni, hogy a kormány egyszer végre nem populista döntést hozott, és egyszer végre hajlandó egyetérteni, vagy azonosképpen gondolkodni, mint akár a főváros. Tartok attól, hogy a háttérben inkább számítások állnak, hiszen mindent mérnek, mindenről tudnak, hogy a közvélemény hogyan rezdül. Másról pedig van egy olyan óriási félelem, ez meggyőződésem a kormányzati szereplők körében, hogy ki fog bukni az, hogy a saját táboruk jelentős része bizony kísérleti nyúlként lett használva Kína részéről. Egyébként a Kína maga mondta azt, hogy 60 év fölött nem ismertenek az oltásnak a hatásmechanizmusa. Attól tartok, hogy ez sose fog kiderülni, illetve majd 20 év múlva, amikor a titkosságát föloldják, akkor pedig már több másik járványon is túl fogunk esni, és talán, nem biztos, nem Orbán Viktor lesz már a miniszterelnök. De ebben a mostani szigorításban ugye az az érdekes, hogy igen, egyfelől szigorítottak,
és elrendelték a tömegközlekedési eszközökön a maszk használatot, jobb később, mint soha. Végül is ez jár a legkevesebb fájdalommal. Az emberek egy-két negyed órát, fél órát ott töltenek, jó, aki messzebbről jön, az esetleg egy órát is, vagy vonattal, de ki lehet bírni. Úgyhogy ez nem jár olyan nagy népszerűségvesztéssel, meg mindenki valószínűleg meg is érti, hát ha szorosan ott vagyok egy másik ember mellett, hát akkor miért ne viseljem én is a maszkot, meg ő is. Az oltással, a kötelező oltás bevezetésével, vagy be nem vezetésével kapcsolatban azonban a kormány már kétszínű játékot játszik. Egyrészt azt mondja, hogy az állami alkalmazottaknál igen, elrendelem ezt, azt mondom, hogy nagyon helyes. Ugyanakkor a magánszférában, meg az önkormányzatoknál azt mondom, hogy hát ezeket rájuk bízom. Miért? Miben különböznek ők az állami szolgálatban dolgozóktól? Milyen különbség van? Lehetne valamilyen mennyiségi szinthez kötni azt, hogy hol kötelező és hol nem? Mondjuk 50 főnél többet foglalkoztató cégeknél, intézményeknél kötelező, 50 alatt nem. Ott se biztos, hogy ez mind pontosan és egészében jó, mert lehet, hogy a 49 főt foglalkoztató akármiben nagyon szorosan, nagyon közel dolgoznak egymáshoz az emberek, és jobban megfertőzik egymást, mint egy 1000 fős nagy cégnél, ahol esetleg olyan a munka jellege, hogy nincsenek olyan közel egymáshoz. De azt mondom, hogy valami konkrétumhoz lenne kötve legalább az, hogy innétől kezdve ez kötelező. Nem pedig átdobom a munkáltatóknak, vigyék el ők a balhét, viseljék ők a felelősséget. Nyilván az emberek többsége persze azt gondolja, hogy hát ez nekem valószínűleg jó, ez védelmet is nyújt, sőt, nekem már van oltásom, hiszen tudjuk, hogy 60% fölötti már az átoltottság Magyarországon. Nyilván egy kisebbség, de hangos és nagyon megáltalkodott kisebbség az, amelyik azt mondja, én nem akarom, én nem hiszek benne, én nem tudok semmit, de engem hagyjanak békén. Vagy tudom, hogy csippet tesznek belém. Mindegy, nagyon látjuk a világon, nagyon erőszakos, és az érdekeit, vagy a vélt érdekeit nagyon hangosan érvényesítő kisebbségről van szó. A kormány tehát ebben nem akar belemenni, és azt mondja, inkább csinálja más helyettem. Ez biztos nem jó így. Azért azt jegyezzük meg, hogy mondtad, hogy 60% az átoltottság. Nyár elején ugrottunk 50% fölé, és akkor a diadalos jelentésekben az volt, hogy világelsők vagyunk. Aztán a gonosz brüsszelita államok a nyár folyamán, Dánia, Hollandia, Belgium. És de nem csak azokat, nőtt meg Portugáliát 88. Hát, a 60 fölött közel. Könyörgöm, lassan az egész országot beoltják mindenestől. Még Gulyás Gergely is elismerte a csütörtöki kormányinfon, hogy az európai átlag alatt vagyunk. Ilyen őszinte szavak ritkán hangzanak el tőlük. Hát hogy sikerült ennyire lemaradni de a világ elsőnek? Igen, így van. Hát ezt nem értem. Hát mondjuk mert nem addig tartott, fut, ha nem addig fut valaki, akkor sikerül. Nem addig tartott a verseny, ameddig ők gondolták, ja, hanem sajnos tovább tart, és még tovább tart. A lényeg pedig az, hogyha ezt tudják, ez nem kell kormányzati embernek lenni, ezt mindenki tudja. Ha ezzel tisztában vannak, hogy ez veszélyes, akkor miért nem merik megtenni a következő lépést? Politikai okok. Ugye vannak olyan országok, ahol valóban az oltottsághoz járnak kedvezmények. Tehát nem azt mondja ugye a kormányzat, hogy majd akkor a munkavállalónak, vagy a munkaadónak kiszervezi ezt a döntést, hanem azt mondja, hogy aki be van oltva, aki védett, sokkal több mindent megtehet, mint aki nem. Hát elben nálunk is ezek az alapok, csak ez nem érvényesül. Tehát odáig elmennek ugye, hogy aki nincs beoltva, az gyakorlatilag a legszükségesebb munkavégzéssel, meg élelmiszer beszerzésen, gyógyszer beszerzésen kívül semmit nem tehetett, nem mehetett. Szóban nem ilyen, hogy elmehessen egy étterembe, vagy bármilyen szórakozó helyre. Semmit mondjuk nem tehet. El Kultuk című film. Például megtekinteni, mondjuk ott azért viszonylag biztonságban van az ember, mert hatalmas tömegek nincsenek a nézőtéren, majd később. Szóval, na hát, mert Gyurcsány szóval, ezt is megfurta csak azért. Hogy lehetne ezt úgy is ösztönözni, hogy dönthetsz úgy, hogy nem oltatod be magad, de gyakorlatilag akkor társadalmilag el leszel zárva mindentől és mindenkitől. És visszatérve arra, amit te is említettél, hogy ez, hogy a munkaadóhoz szervezzük, igen, de milyen helyzet akkor, amikor a munkavállalók jelentős része valójában nem munkavállaló, hanem megbízási szerződéssel van, vállalkozóként van, kölcsönzött munkaerő, stb. Őket akkor hogyan lehet kényszeríteni, ha már mindenféleképpen kényszert akarnak alkalmazni? Mondom ezt úgy, hogy alapvetően én is úgy gondolom, hogy a társadalmat valahogy ösztökélni kell arra, hogy mozduljunk el a 60%-ról, mert tényleg az oltás itt áll hegyekben, van most már több hónap tapasztalatunk, egyikünknek sem lett három feje tőle.
az én környezetemről tudok nyilatkozni, nagyon sokan meghaltak, megbetegedtek a tágabb környezetemben, még a harmadik hullámban és azt megelőzően, és tudom, hogy mióta volt ott ezek az emberek, azóta nem halnak meg. Tehát ez lehet, hogy egy szűk minta, egy pár száz emberről beszélünk, de azt tudom én kijelenteni a saját környezetemből, hogy az oltások igenis működnek, leszámítva, amit az elején mondtunk, mondjuk a Sinopharmot, ahol meg abszolút indokolt az, hogy az mindenki méresse meg a védettségi szintjét és intézkedjen. Hát egy szakszervezeti vezető mondta, hogy ugye a munkaadók azért óckodnak ettől a dologtól, hogy rájuk van tolva az ügy, mert munkaerő hiány van bizonyos szakmákban, és nagyon félnek attól, hogy elmennek az emberek, meg ráadásul ugye itt nagyon sokan, úgy érzem, hogy te is a jogvédő szervezetekkel vitába keverednek, mert ők úgy gondolják, hogy vannak azért emberi jogok, amik a közösségi jogok mellett léteznek, egyéni jogok. És hát ez egy örök vita, hogy melyiknek kell együtt vagy egymás ellenében érvényesülnie. Igen, tehát mondjuk a rendkívüli jogrend ugye az sok mindent megenged. Tehát hogyha belegondolunk abba, hogy nem is olyan régen még este 8-kor otthon kellett ülnünk, tága mozgástér, és szerintem mindannyiunknak közös érdeke, hogy ne jussunk el ismét erre a szintre, és ne igazolódjanak be azok a becslések, amelyek már most évvégig újabb 6-7-8 ezer halottal számolnak. Igen, és hát a másik, amit említettél, hogy meggyőződtél arról, hogy a környezetedben az oltások segítettek és csökkentették az esetszámot, a halálos esetek számát is. Ugyanez a szakszervezeti vezető azt mondta Klubrádió egyik műsorában, hogy teljesen értelmetlen győzködni ezt a Gyuri által is emlegetett kisebbséget, mert nem hisznek a szónak. Semmiképpen nem hisznek a szónak. Tudománynak sem. Semminek. Igen, viszont hogyha azzal szembesül, hogy gyakorlatilag a alap közlekedésen és élelmiszerbeszerzésen kívül semmire nem jogosult, ha nincs kártyája, akkor lehet, hogy elgondolkodik. Egyébként a Romániában, ahol ugye még nálunk is katasztrofálisabbak az adatok, és ugyanúgy stagnált, ilyen Székelyföldön, meg aztán különösen, ami elkeserítően hallottam a Hargita megyei tisztifőorvos asszonyt, ugye magyar nőről van értelemszerűen szó, nyilatkozni elkeseredetten, hogy nem tudják rávenni a székelységet arra, hogy oltakozó 20%-os átoltottság, miközben hegyekben áll 20%, miközben hegyekben áll a vakcina. A román adat sem volt sokkal jobb, az olyan 30 körüli, az össz román adat. Most, hogy elkezdtek szigorítgatni, beindult. És most, hogy napi 5-600 ember hal meg, igen, Romániában, azért az súlyos. Szóval valamit nyilvánvalóan csinálni kell, a mostaninál többet. Vagy valamilyen állami kényszert kell bevezetni, vagy olyan hatásos ösztönző módszereket, amelyek legalább arra jók, hogy a bizonytalanok, vagy a nekem nincs kedvem, nem olyan fontos, ez engem úgyse kap el, típusú embereket valamivel megfogják, hogy gyere, mert neked ettől ezért és ezért jobb lesz ez, vagy egy ilyen negatív ösztönző, hogy nem mehetsz sehová különben, vagy egy pozitív ösztönző, hogy valamivel megpróbálunk téged arra bíztatni, hogy ezt vedd be, mert attól neked ezért és ezért jobb lesz. De az biztos, hogy így nem is fog maradni. Nem létezik, hogy így maradjon, ennél tovább kell menni, és szerintem jobb előbb, és ráadásul úgy a társadalommal megbeszélve tovább lépni, mint majd az adott vészhelyzetben azt mondani, hát most már nem tudunk más csinálni, csak ezt és ezt elrendelni. Ez volt a baj, hogy az elmúlt hónapokban teljesen szabadjára engedtek mindent és mindenkit, mondva, hogy tulajdonképpen az oltottság számít semmi más, és egyébként az oltást rábízzuk az emberekre. Ezt a miniszterelnöktől kezdve az összes famulusáig mindenki milliószor elmondta, most már az egyes emberen múlik, hogy beoltatja magát, vagy nem. Ez egy végzetes hiba volt. Óriási kockázata van ennek. Igen. A vírusügyben ugye az oltatlan társadalom minden szakértő szerint a szakadék peremén áll. Na, a héten emlegetek egy másik szakadékot is, az Európai Unióval kapcsolatos, pontosabban a lengyel ügyekkel kapcsolatos. Nagyon sokan szólaltak meg szakértők, elemzők, hogy valami végzetes állapot felé tart az Unió és Lengyelország vitája, amiben a lengyelek talán kicsit kevésbé viselkedtek okosan, mint Orbán a maga ügyleteiben, mert eljutnak egy olyan pontig, amikor arcvesztés nélkül senki nem tud kijönni ebből a vitából, és hát ott szakítás lesz a vége, akár akarják, akár nem, a dolgok logikája folytán. Ugye az Európai Bíróság napi 1 millió eurós
büntetésre kötelezte Lengyelországot, és ez addig tart, amíg nem hajtják végre az ítéleteit, részint a uniós jog primátusa ügyében, részint pedig a lengyel bírói, tehát az igazságszolgáltatás függetlenségét illetően, és hát a lengyel kormány nem látszik engedni, és ebben Orbán természetesen támogatja. Ti is ilyen vészterhesnek látjátok ezt a dolgot? Sőt, ugye most már 1,5 millióról van szó, egy másik ügy miatt további 500 ezer a napi díj. Ugye ez egy Csehországgal folytatott vita egyébként, érdekes, hogy V4-eken belül ilyen vita zajlik, ugye egy bánya ügy miatt, ugye itt a csehek a vizeik szennyezését kérik számon a lengyeleket. Nyilván nem véletlen az, hogy most ugye Lengyelországgal szemben ilyen markánsan lépett fel az Európai Unióban a másik ügyben is. Azt hiszem, ez a napi 500 000 eurós vita. Az a bánya ügy. Az a bánya ügy is van, a napi 1 milliós, az a bíróság. Az 1 milliós ügy. Valószínűleg az addig patthelyzet fenn fog maradni, ameddig lesz két olyan kormány Európában, jelen helyzetben ugye a lengyel és a magyar. Vannak ugye kérdőjeles országok is, mint például a Szlovénia. Tehát ameddig van kettő, amelyik meg tud vétózni egymással szemben bármifajta drasztikus lépést, addig ugye nagyon nehéz ebben igazából dűlőre jutni. Le lehet vonni persze, meg most is ez történik, levonják ugye ezt az összeget a támogatásokból, vagy a juttatásokból, tehát nem arról van szó, hogy valósulnak kell effektív aktívan befizetni, de ezt el lehet húzni igazából végtelenség, hiszen most sem érkeznek ezek a pénzek. Itt az arcvesztés szó az egy jó kifejezés volt, amit használtál, és egyébként valóban Orbán ebben azért taktikusabb és ügyesebb, mert ő el tudta fogadtatni és hitetni nagyon sokakkal, politikusokkal és az üzleti szféra szereplőivel is ugye azt a mondását, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit cselekszem. És ő azért ezt nagyon sokszor eljátszott, hogy a hazai tábort tüzeli, hergeli, ellenséget képez, mondjuk éppen Brüsszel tekintetében, majd a végén szépen megszavazza, szépen besorol, csak azt itthon már ugye a közvélemény nem feltétlen tudja és érti. A lengyelek most egy picit túl mentek ezen, és talán el is taktikázták. Vagy úgy csinálja, hogy be is sorol valahogyan, de lényegében csak látszólag, mert közben megint megváltoztatja az eljárásrendet, a szabályokat, amivel gyakorlatilag folytathatja azt, amit addig csinált, és amit az Európai Bíróság elítélt. Na de akkor kezdődik egy új játék, hogy hát elfogadtuk az Európai Bíróság döntését, aztán kicsit változtatunk, ha nem tetszik, akkor kezdjetek egy új kötelezettségszegési eljárást, egy új bírósági eljárást, és akkor majd 3 év múlva megint beszélhetünk erről. Szóval ez a pávatánc, ez valóban egy remek Orbáni játék mindannyiunk bőrére. Ez történt, amikor az Európai Néppárttal is kekeckedett az Orbán, hosszú éveken át ingerelte őket, és olykor visszalépett, előrelépett, sasszízott erre-arra, tehát ezt a játékot játsszák most is az Európai Unióval kapcsolatos ügyeket a magyar igazságügyminiszter a Facebookon fizetett hirdetésekkel támadja. Egy olyan ország igazságügyminisztere, aki tagja, teljes jogú tagja az Európai Uniónak. És úgy beszél az Európai Unióról, mint ahogy Orbán is megszólalt a hétvégén Brezsnyev doktrínát emlegetve. Hát komolyan mondom, azt nem mondom, hogy kétségbe vagyok esve, mert évek óta ezt hallom, de úgy fölidézem magamban azt a pillanatot, amikor az ország csatlakozott az Európai Unióhoz, Parasapusztán álltam a feleségemmel, éjfél után direkt elsőként léptem vissza Magyarországra, amikor már nem kellett útlevél, irgalmatlan eufóriában, hát azért harcoltunk, azért küzdöttünk egész életünkben, hogy az EU tagjai legyünk, és akkor eljutunk 2021-ben egy olyan helyzethez, hogy azért folyik a harc, hogy Brezsnyev doktrínával támad bennünket Brüsszel. Hát mit tudsz erre gondolkodó emberként reagálni? Mit lehet erre mondani? Iróniával, mint az egyik európai parlamenti képviselő megkérdezte hangosan, hogy mikor indulnak a testvéri brüsszeli tankok Magyarország ellen. Igen. És mindez azért alapvetően belpolitikai szándékból. Tehát amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy el kell gondolkodni, amikor az Európai Parlament jövőjén, hogy egyáltalán szükségünk van erre az intézményre, akkor nyilván egy olyan dolgot feszeget, ami nem, tehát aminek semmifajta valóság alapja nincsen. Nyilvánvalóan nem fog megszűnni az Európai Parlament, csak azért, mert Orbán Viktor ezt felveti.
Itthon viszont nagyon jól hangzik a tábor számára. Hú, végre egy újabb ellenség. Hú, az az Európai Parlament, azt tele van ilyen libernyákkal, meg mindenfélevel, és akkor most nem is hozok még jelzőket, hogy milyenek kell. Tehát nagyon jól fel lehet ezt használni itthon kommunikáció szempontból, miközben valójában politikai, tehát nagy politikai súlya nincsen ezeknek a szavaknak. De tényes való, hogy miközben az európai országok döntő többségének az a szándéka, és a középutas pártok ebben azért egyetértenek, hogy az integrációt tovább kell vinni, a közös értékeinket, stb. Fenn kell tartani. Aközben ugye vannak ezek a renitensek, amelyek azt mondják, hogy nem, erősen nemzetállami jelleg, jöjjünk ki a minél több közös intézményből, és gyakorlatilag egy ilyen gazdasági érdekszövetségként működjön tovább az Európai Unió, de semmifajta értékalapú beleszólás ne legyen egymás dolgaiban. Most lehet érvelni akár egyik meg a másik mellett, de az tény, hogy ezek kizárózó ellentétben állnak egymással. És az, hogy ezt meddig lehet húzni, meg csűrni, csavarni, az egy jó kérdés. Valószínűleg ez akkor fog változni, hogyha az említett országok valamelyikében, vagy akár mindegyikben előbb-utóbb valamilyen politikai változást történik. Ugyanis valóban arról van szó, hogy az Európai Uniónak ugyan kevés eszköze van arra, hogy megfékezze ezeket a renitens országokat, de hogyha csak egy volna, akkor valószínűleg ezeket könnyebben tudná alkalmazni, és ezért ezek hatásosabbak is lennének. Lásd a 7-es cikkei szerinti eljárást, ha csak Magyarország lett volna ez alá, az eljárás alá vonva, akkor és ha az összes többi ország azt mondja, hát ez tűrhetetlen, amit Orbán csinál, akkor egy idő után megvonják a szavazati jogot az Európai Unióban Magyarországtól, vagyis Orbán Viktortól, amit persze megint lehet úgy interpretálni, hogy hát Brezsnyev elvtárs megfojt bennünket, és ezért nem jutunk szóhoz, de azért még nem lépünk ki. Szóval lehetne nyilván akkor is ezerféle Orbán variációt találni arra, hogy miért hülye az Európai Unió, és miért vagyok én helikopter, de a lényeg az, hogy akkor könnyebb volna eljárni, könnyebb volna akár a szankciókat is érvényesíteni. Amik ketten vannak, és válvetve támogatják egymást, ha az egyik ellen irányul az Európai Unió szigora, akkor a másik áll mellé, ha a másik ellen, akkor az egyik, és ráadásul az a másik, az Lengyelország, az egy fontosabb ország, majdnem 40 millió lakossal, ráadásul a németek bűntudatérzése Lengyelországgal kapcsolatban jóval nagyobb, mint Magyarországgal szemben, és ezért a lengyelekkel még óvatosabban próbálnak várni, hogy nehogy véletlenül olyasmit csináljanak, ami 1939-re és az utána következő évekre emlékeztet, de éppen ezért, mert a lengyelek ott vannak és így vannak, ezért Orbán Viktornak is könnyebb a szélárnyékban meghúzódnia, és kivárnia, hogy mire megy egymással a Lengyel Alkotmánybíróság, meg az Európai Bíróság. És van még itt egy fontos szempont, hogy azért nyilván az Európai Unió sem szentek gyülekezete, akkor szólalnak meg igazán hatékonyan, vagy lépnek, amikor azért a saját gazdasági nettó pénzügyi érdekeik sérülnek. Hát nem véletlen, hogy azért a németek megkötötték a maguk kis alkuit a háttérben Orbán Viktorral, az Audi, a Mercedes és társai nagyon szépen és boldogan vígan el vannak itt az adókedvezményeikkel. Tehát sajnos meg lehet venni a nyugat-európai, vagy akár az amerikai jóindulatot is a megfelelő gazdasági ösztönzőkkel. Na most a lengyelek ezért is rontották ezt el, mert azért ugye a jogrendszer, tehát amikor nem érzi magát biztonságban egy nyugati cég az adott országban, mert azt látja, hogy nem érvényesül feltétlen, vagy nem érvényesülhet az össze-Európában megszokott igazságszolgáltatási rend, akkor megijed. Nem véletlenül Orbán egyébként, amikor Magyarországgal kapcsolatban folytak ezek a bíróságokhoz kötődő eljárások, akkor azért ő valójában meghátrált. Mert érezte, hogy itt már elment egy olyan szintre, ami sértheti azoknak az érdekeit, akiknek viszont ő is kiszolgáltatott. És úgy hátrált meg, hogy ez évekbe telt, és aztán azt mondta, hogy ja, hát igaza van az Európai Bíróság, hát akkor menjenek vissza a nyugdíjazott bírók, ha akarnak, ha tudnak. De a jó részük már se nem akart, se nem tudott, nem tudták ugyanazt a pozíciót garantálni nekik, amiben voltak, hát ezért a többségük azt mondta, egyek fenne az egészet, nem megyek vissza, vagyis mégiscsak Orbán Viktornak lett igaza abból a szempontból, hogy eltávolította a számára kellemetlen bírók nagy többségét. Van azért egy zavarbejtő dolog, amin szoktam gondolkozni, tehát ugye, hogy Magyarország, Lengyelország, persze tudjuk, a magyar-lengyel két jó barát rendben van, de a lengyelek a Putyin barát Orbánnal állnak össze. Ez nem lehet azonos a két ország között. Tehát ez az orosz barátság nálunk elképzelhető, meg megvannak a hagyományai, de a lengyeleknél.
Hát a lengyelek azért emlékezhetnek rá, hogy a 19. században Sándor cárot liegett a nyakukban. Most is nagyon közel vannak Putyin cárhoz. Tehát azért a lengyeleknek, ha valami támaszt jelenthet az Európai Unió, az talán számukra még nagyobb támasz, mint nekünk. Bár a mi kicsinségünk szintén indokolja azt, hogy ott álljon mögöttünk az EU meg a NATO. Tehát egyszerűen nem értem azt, hogy az oroszok betették a lábukat Magyarországra, és a lengyeleket ez nem zavarja. Miért nem zavarja? Zavarja, de ez a politika praktikuma, hogy zavarja, de erről nem beszélünk. Tudjuk, látjuk, ebben nem értünk egyet viszontlátásra, az összes többiben viszont igen, mert ugyanolyan rendszert építünk ki Lengyelországban, mint amilyen Orbán Viktoré, hát milyen remekül működik, és az egész világgal szembe tud szállni. Mi is szembe akarunk szállni, és mi is azt akarjuk, hogy mindig a mi véleményünk és érdekünk érvényesüljön mindenben. És valószínűleg én is azt mondanám, hogy nekik tulajdonképpen fontosabb létérdekük, ha ezt lehet egyáltalán mérni, az Európai Unióhoz tartozás, mint nekünk, hiszen az ő függetlenségüket ez sokkal inkább garantálja. Nem arról van szó, hogy felolvadna az ő függetlenségük egy nagy európai államszövetségben, nem. Éppen, hogy így marad meg, jobban lesznek védve az oroszoktól, de valószínűleg nem erre játszanak, mert tudják, hogy az Európai Uniónak és Brüsszelnek nincsenek tankjai. A NATO-nak vannak, és az Egyesült Államoknak vannak, az pedig nem fogja feladni Lengyelországot, még abban az remélhetőleg be nem következő esetben sem, ha Lengyelország valamiért kilépne az Európai Unióból. Amerikának akkor is fontos, hogy ott maradjon Lengyelországban, és nem hagyja, hogy átengedjék valamilyen módon az oroszoknak. A héthez tartozik még, hogy Marine Le Pen megérkezett Budapestre, és tárgyalt Orbán Viktorral. Ott egy érdekes mondata azt mondta, hogy nem klónokat keresünk Budapesten, hanem szövetségeseket, tehát érzékeltette, hogy van különbség. Ezt Orbán nem tette meg, pedig megtehette volna, hiszen ő évekkel korábban kizárta, hogy Marine Le Pennel összeálljon, mert akkor még hitt egy ilyen a Salvinival meg a lengyelekkel összerakott trióban, de Salvini mintha már nem lenne annyira a lelkes Orbán barát, és mintha középre húzna, mondom, mintha. Mire jó Marine Le Pen? Sőt, ugye meg is sértette Marine Le Pent, amit említettél, mert ő akkor ugye úgy fogalmazott, hogy a francia republikánusok kérésére nem találkozik vele, és egyébként meg ugye mivel nem visel kormányzati tisztséget szemben akkor még Salvinivel, ezért meg is engedhetjük magunknak, hogy ne találkozzunk vele. Hát ezen meg Marine Le Pen jól megsértődött, egyébként valamennyire érthető módon, mert ha még ez így is van, azért ezt nem diplomáciailag nem elegáns ezt így előadni. Hát ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, egyszerűen fogy a levegő azért Orbán körül Nyugat-Európában. Tehát azért ő még nem is olyan régen a néppártnak volt a tagja, még egy picivel régebben, ha már Franciaország, akkor mondjuk Nicolas Sarkozy oldalán állt, nem egyszer, meg még elnökként el is látogatott ugye Budapestre. Hát most így egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb kell keresnie azokat a úgymond szövetségeseket, akikkel ugye ezt a új Európa víziót megfogalmazhatja, megint csak belpolitikai szempontból egyébként ügyesen, és nyilván százezrek és milliók vannak itthon is, akik ennek tapsikolnak, hogy végre igen, akkor indítsunk egy új Európát ezekkel a deviánsokkal szemben, akikkel szemben ugye Orbán Viktor küzd például a migráció ellen. Igen, Zsombornak abban igazabban, hogy fogy a levegő körülötte, és említetted Salvinit. A pápa látogatás előtt Orbán tiszta véletlenül elment Rómába, mert be akart settenkedni valamilyen formában a Vatikánba, de aztán az mindnyájunk nagy szerencsére nem következett be, és kínjukban, a kormány kínjában talált egy kis olasz fasisztácskát, akivel odaálltak valami lépcsőre. Hát azért az ő pártja a második legnagyobb most már. Hát azért nem a Vatikán volt, és nem, már nem meg a pápa előzi Salvini, de hát azért ez egy sajnos egy jelentős szélsőjobboldali párt. Én is hallottam ezt a történetet, ugye egy lépcsőn fotozták le őket, és a hölgyet, a pártelnököt az utolsó pillanatban kerítették elő. Komoly tárgyalások nem voltak, csak mutatni akarták, hogy Orbán sikerrel járt Rómában, és nem egy csőd volt az út. Hát a Marine Le Pennel való találkozás is ennek a mutatásnak a része. Szerintem ez napi politikai célokat szolgál, nem egyebet.
Lehet, hogy ezt a sztorit is csak 20 év múlva fogjuk megtudni, amikor Orbán Viktor végre lelép a színről. Szóval, de ez a római kirándulás nekem változatlanul nem tiszta. Nem hiszem, hogy a pápával akart volna találkozni. Az nem megy úgy, hogy hirtelen elrohanok és találkozom a pápával. Ennek sokkal bonyolultabb és hosszadalmasabb diplomáciai előkészítése kell, hogy legyen. Hanem valami egész más, nem véletlen, hogy az egészre úgy derült fény, hogy valaki lefényképezte őt egy római étteremben a fiával és a feleségével. És akkor kezdték kitalálni ezt a történetet, hogy hát tulajdonképpen részt vett a katolikus törvényhozók évi rendes konferencián, ahol fényképen nem tűnt föl sehol. Voltak magyarok, akik igen, Orbán Viktor nem. Ettől lehet, hogy ott volt, csak elbújt a fotó. Volt olyan kép, ami nem tudjuk pontosan a helyszín, de ahol együtt, tehát látszott, hogy popokkal, vagy olyanokkal együtt, akik feltöltően valóban ezen a konferencián voltak. Tehát valószínűleg azt el tudták intézni, hogy oda bemegyek. Persze, hát végül is törvényhozónak. Törvényhozó, hanem is katolikus. Igen. De részt vett már ilyenen. De tegyük hozzá, bár ő református, részt vett már ilyen katolikus törvényhozók nemzetközi értekezletén. Hát nyilván tiszteletbeli katolikusnak. Mindegy. De ott valami egész más kellett, hogy legyen, mert erre is nyugodtan elmehetett volna mindenféle konspiráció nélkül. Ehhez nem kellett volna leülni egy templom lépcsőjére Giorgia Melonival, mint hivatalos tárgyalásra. Ez valami egész más volt, hogy mit akartak eltitkolni, mondom, talán 20 év múlva megtudjuk. De a Le Penhez visszatérve, mert végül is erről szólt a dolog, vagy a kérdés, azért ez egy döntő változás abban a kísérletben, amit Orbán most már egy jó fél éve, de már hosszabb ideje is, csak amióta kivágták a Néppártból, azóta komolyan és hangsúlyozottan és kifejezetten el akar érni, hogy az európai szélső jobboldalt kvázi az ő vezetésével, vagy az ő inspirációjára hozzák össze. Nyilván abban nem bízhat, hogy ő lesz az igazi vezetője ennek, mert ha mondjuk a lengyeleket sikerül megnyerni, akkor a lengyelek sokkal katolikusabbak, meg sokkal nagyobbak, meg sokkal fontosabbak, mint ő, és de hát még fontosabb volna egy ilyen nagy országnak, egy nagy hatalomnak az esetleg, bár reméljük nem, esetleg államfői, államelnöki tisztségre is esélyes Le Penje. Csak Le Pen annyira rosszul hangzó, rosszul csengő név volt az elmúlt években, elsősorban a papa miatt, de részben még egy ideig ő miatta is, Marine Le Pen miatt is, hogy Orbán nem merte meglépni, vagy nem mert átlépni ezen a Rubikonon. Azt gondolta sokáig, hogy ha én Le Pennel találkozom, ezt sose fogom tudni lemosni magamról, egy igazi antiszemita francia párt, és ez aztán, ugye Franciaországban mindenki összefogott, és még eddig a pillanatig össze is fog Le Pen ellen. És azért az nagyon nem jó neki. A republikánusok a barátai, hát Németországban eddig a kereszténydemokraták voltak, tehát Le Pen nem, az a legkínosabb. Az ő neve szimbolizálta mindazt a rossz szélső jobboldaliságot és rasszizmust, amit Európában sok párt képvisel, de Le Penék voltak a leghangosabbak. Le Pen az elmúlt mondjuk egy-másfél-két évben kezdett óvatosan behúzódni azért a jobb közép felé, messze nem antiszemita, vagy nem úgy, mint az apja, és más dologban is vesz vissza, migráns ellenes úgy, mint Orbán, meg az Európai Unió erősítése ellen van, mint Orbán, tehát megvan a közös alap, és nyilván Orbán úgy érezte, hogy nincs más hátra, találkoznom kell Le Pennel azért, hogy ez a szélsőjobboldali szövetség létrejöjjön. Ő a legerősebb, vagy az eddig leggyengébb látszem Le Pen, őt kell megnyerni, ha sikerül, akkor a többiek is jönni fognak vele. És innen már tényleg nincsen visszaút. Nincs. Mert ahogy mondtad is, azért ugye Franciaországban a mondjuk úgy, hogy a Néppárt, mindig ugye máshogy hívták, itt most nevezik republikánusnak, vagy korábban UNP-t, mindig azért tehát összeálltak a mondjuk a baloldal, a szocdemek, a néppárti vonallal, tehát tényleg volt egy olyan összezárás, hogy nincs semmifajta együttműködés még a apuka Le Pen vonalával, és ez azért nyilvánvalóan a mai napig is így van, innen nincs visszaút. Tehát a francia közép-jobboldal sokkal inkább fog tárgyalni a francia, úgymond közép-bala, ez történt Chirac idejében is Jospin-nel, mint ahogy ez most sem fog megtörténni, tehát egyszerűen nincs visszaút innen. A református Orbán katolikus körökben settenkedik témához szeretnék egy lábjegyzetet elhelyezni. Nemrég a
2006-os szemkilövetéses forradalomra emlékező ünnepségen, az ünnepi beszédében először báránybőrbe bújt farkasról beszélt, arról a farkasról, ami aztán megette a nagymamát. Amikor ezt így meghallottam, akkor mondom, ez azért egy merész politikai teljesítmény, meg merész, hogy mondjam, szellemi teljesítmény, mikor valaki Máté evangéliumának 5. fejezetéből báránybőrbe bújt farkas rögtön elvezeti a Grimm meséhez, a nagymama evő farkashoz. Ez egy igazi, komoly 21. századi populista politikus. Nem véletlenül, hogy ilyen sokra nem mitte. Véletlen, hogy annyira szeretjük. Sokkal többen olvasták a... Hát ez ugye, a Piroska és Farkast, mint a Máté evangélium. A mesék már régen nem a régiek, úgyhogy... Átértelmezi a mesét, igen, valóban. Hát pihenjünk egy kicsit, és most a Zsombort fogjuk foggatni. Menjünk moziba. Menjünk moziba, igen. Ő, nem tudom, hogy ti láttátok-e, de azt hiszem, hogy közülünk ő az egyetlen, aki megnézte. Helyettünk is megnézte. Megnézte az El Cuartuk. Kicsit spanyolosítottam, de aztán azt mondta egyik kollega, hogy lehet mondani. Tehát az El Cuartuk című filmet. Én azt mondom, hogy az élet rövid ahhoz, hogy propaganda filmeket nézzek. De persze mindenki maga dönti el. Na, milyen volt? Erre nem lehet egyszerű egymondatos választ adni. Megijesztem az álláspontodat, én is azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, ami az élet rövid, vannak olyan viták, amiket nem érdemes lefolytatni, meg vannak olyan tévéműsorok, amiket nem érdemes megnézni, mert az embernek csak megy el az élete vele. De van az a szint, amit azért szerintem igen. Tehát azt gondolom, hogy nem szabad egyenlőséget tenni a NER színművészete, filmművészete, most itt tettem egy idézőjelet, és egyébként mondjuk a közé, ami mondjuk az úgynevezett sajtójukban zajlik. Tehát azért azt mondani, hogy az Új Színházban vagy a NER filmekben nincsen valamifajta teljesítmény, az sem lenne korrekt, nem lenne igazságos. És ezért úgy gondolom, hogy lehetőségünkhez mérten ezeket érdemes azért megnézni, és utána úgy beleállni a vitákba alkalmasint, hogy legyenek olyan érveink, amelyek mentén ki tudjuk mondani, hogy ez egy nem jó film. Pedig nem is egy nerista csinálta, hanem egy angol filmrendező. Aki egyébként a Twitteren valósággal megnémult azóta, igen, hogy ez a film kijött, tehát nem hajlandó nyilatkozni róla. 3800 bejegyzése volt a Twitteren. Korábban, igen. Korábban törölte? Vagy csak bezárta a bótot? Vagy mit nem csinál? Akar beszélni erről a filmről valamiért. De Zsombor akar beszélni. Zsombor. Tehát megnézve a filmet, vannak hatásos elemei, ez kétségtelen. Ezek az elemek leginkább látványban mutatkoznak meg, ezek szép képek például. Ami olyan, tehát a mai filmtechnikát, filmművészetet ismerve ezeket meg lehet oldani, tehát ehhez nem kell rendezői zsenialitás. Ma már nem az egri csillagokat forgatják, tehát olyan digitális utómunkákra, olyan kameratrükkökre van lehetőség, ami nem zsenialitás kérdése, hanem egyszerűen csak egy szakértő stáb és jó technológia kell hozzá. Ebben ez a film nem rossz. Amitől egy film ma 2021-ben igazán jó tud lenni a látványon túl, az nyilvánvalóan az a jó karakterek, a jó történetek, a jó párbeszédek, az egész. Tehát a sztori. Na most ebben ez a film borzasztóan gyenge, már-már helyenként bágyú, klisés, sematikus, tehát olyan jelenetek vannak benne, mint mondjuk egy 20 évvel ezelőtti Bruce Willis filmben, csak ott legalább nagy volt és izmos, itt meg egy törékeny lány rohan épp úgy a mezítlábos üvegszilánkokon, és vérzik a talpad, de még így is el tudsz szaladni a gonosz Szilvási György és az ő gorillái elől. Majd, mikor majdnem elkapják, akkor egy palacsintasütővel az egyiket úgy fejbe tudja vágni, hogy az ott is marad. De miért vitt palacsintasütővel? Amikor egy, autós üldözés, nem fogjátok elhinni, hogy úgy szakadt félbe, hogy az egyik üldöző autó elé kigurul egy teherautó. Ilyet még soha nem láttunk egyetlen filmben. Nagyon, ez életszerű. Életszerű, nyilván az is életszerű Szilvási György, hogy maga ül az autóban és kerget egy embert, aki persze a végén gonoszszá váló újságíró. Tehát ő azért lesz gonoszszá, azért alkuszik meg a hatalomban, mert ő újságíró akar lenni, csak hogy azért kapjunk még egy ilyen fricskát, hogy nyilván az újságírók alapvetően. Nem ismertél rá valaki még, hogyha újságíróban? Ő egy fiktív. Fiktív. Ő az egyetlen fiktív. Nem te vagy, ne reménykedj. Igen. Szóval, hogy meg lehetne csinálni ezt akár jól is.
És mondom ezt úgy, hogy én 2006-ban végig minden este kint voltam, és felelevenednek ilyenkor az emberben ezek a jelenetek. Ahogy az is, hogy egyszer megállt mellettem, én bocsánat, rövid, megállt mellettem a Rákóczi úton egy bakony volán feliratú busz, egy régi típusú Ikarusz, tele robotzsarúval. Na mondom, most visznek el, de nem, leszállt az egyik, és megkérdezte, azt mondja, jó estét kívánok, nem tudja, merre van a köztársaság tér? Jesszus Isten. És akkor mondtam, hogy arra tovább egyenesen. Ez a maták felé. Ez nem volt, ez ilyen jelenet nincs benne. Ilyen nincs ebben a filmben. Azra itt én azt mondom, átélve ezeket az eseményeket, hogy nagyon jó lett volna erről egy tisztességes és akár megrázó filmet csinálni, egy realista filmet csinálni, tényleg Wessen Gyurcsány, hajrá, legyen ez az üzenet, na de akkor az legyen jó az a film, és legyen hiteles az a film, és amikor a végén felsorolják azt, hogy egyébként még milyen események következtek ezután, meg mennyien sérültek meg, stb. Hát azokat az apró tényeket elfelejtették ki feltüntetni, hogy a gonosz Gergényi Péterrel a szent és sérthetetlen Pintér Sándor egy évvel ezen események után közös céget alapított, ugye, egy utazási irodát, majd egy gyorsítel kölcsönző céget is alapított Gergényi Péter, hogy az elszámoltatása mai napig elmaradt, hogyha lett volna itt. Hát volt, ugye bíróság elé vitték, aztán 300 vagy 400 ezer forintra büntették, nem azért, hogy a rendőrség erőszakosan lépett föl az ő parancsára a zavarkókkal szemben, hanem mert nem tett meg mindent a rendőrök védelmében, nem volt elég. De itt a fő gonosz ezért ebben a filmben nem Gergényi Péter, gondolt, és nem a rendőrök, hanem egy hölgy, akit Klárának hívnak a filmben, nagyon nehéz kitalálni ki, a férje nem jelenik meg, csak néha Ferencként, Fletóként is hivatkoznak rá, mert megint csak olyan direkt és olyan kis béna, tehát úgyis mindenki tudná, hogy kiről van szó, még kell fletózni. Tehát ilyen szempontból valóban egy propagandafilm, ez teljesen egyértelmű. De kvázi ez a Klára nevű hölgy, ugye ő a valódi irányítója az eseményeknek. A valódi irányítója az eseményeknek, és akkor innentől jön az a kérdés, hogyha ő volt a valódi irányítója az eseményeknek, az ész, akkor ő miért sértetlen? Na jó, tényleg, ez a kérdésem hozzád, aki láttad. Hogy még úgy gondolták, hogy Dobrev Klára fog befutni a ellenzéki előválasztáson. De ezt nyilván hónapokkal ezelőtt csinálták. Akkor is logikai a forgatókönyvet is, meg a film forgatását. Miért gondolták volna, hogy Dobrev karácsonyra készült? De ha Szilvási, Dobrev, Hán Endre, bár ő csak Endre. De ezek az emberek... meg a propagandájukban, vagy az előzetesükben megnevezték, hogy a filmben Endrét, vagyis Han Endrét XY játsza, tehát kimondják a nevét. De egyikük esetében sem merült fel az, hogy bíróság előtt kéne felelniük 15 évvel az események után azért, ami akkor történt. Igen. Tehát van egy logika, hogy bukvence van az egész sztoriban. Miért? Szerinted miért csinálták? Miért Dobrevre volt ez kijegyezve? Hát, egyértelmű, tehát hogy nyilván a választásig újra legyen előéve, újra mi is akár mindannyian, akik ezt átértük, sokkolódjunk. És szóval hogy ő vezet át bennünket 2006-ból 2021-22-be, Gyurcsány nem lesz miniszterelnök jelölt, de esetleg a felesége igen, és ha nem is, akkor is az egyik vezető alakít ezen az ellenzéki oldalon, tehát várjuk a nyakába. Ugye? Ez volt és a javaslatom. Nem volt még a akkor még nem szerepel. Ez volt a javaslatom, hogy le kellett volna forgatni egy B meg C variációt. A B-ben ugye a karácsony lett volna a Dobrev Klára, a C-ben meg mondjuk Márki-Zay Péter, de odáig már nem láttak el, tehát senki nem hitte vagy volna. Vagy szavazhattunk volna a film legvége előtt, ugye voltak régen ilyenek, igen, a vége. Számoltassuk el, vagy számoltassuk el? Viszont rájöttem, hogy az angol rendező miért törölte a Twitter oldalát. Miért? Megtudta az előválasztások végeredményét, megtudta, hogy nem a Klára nevű személy győzött, hanem Márki-Zay Péter a fejéhez kapott, azt mondta, hogy Faki, elkúrtuk, vége mindennek. Milyenek a színészek? Majd zsebrevágta a pénzt is hazament, igen? A színészi játék is sajnos, tisztelt a kivételnek, gyenge. Tehát amikor mondjuk a főszereplő egyszerűen nem hiteles, nem tudsz vele semmilyen szinten azonosulni, most függetlenül attól mit gondolsz az alkotásról, akkor az teher, akkor teherré válik. Vannak jó figurák, tehát a Györgyöt, aki titokminisztert alakító Bedef, azek a Szabolcs például, szerintem jól hozza ezt a karaktert, őt már korábban is láttuk hasonló szigorú karaktereket játszani. Tehát vannak pozitívumai a filmnek, nem lehet azt mondani, hogy nincsen, de összességében gyenge a színészi teljesítmény, és erre megint csak azt mondom, hogy 15 év után felvértezve mindennel, pénzzel, paripával, mindennel, miért nem lehet jól megcsinálni? Ez az, ami számomra teljesen érthetetlen. Miközben ugye folyamatos támadás alatt áll
akár a filmes szakmának is az a része, akik meg tudnák ezt jól is csinálni. De én pontosan azt gondolom, hogy itt a filmes szakma kiszolgáltatott volt, és a forgatókönyvírók kiszolgáltatottak voltak, mert ők még akár képesek is lettek volna egy jó filmet összehozni és megírni, de hát ez propagandafilmnek volt számva, tehát én azt gondolom az első perccel az utolsóig belebeszéltek ebbe a filmbe, illetve a forgatókönyvbe. Ettől még azok a jelenetek is, amik nem sorsdöntőek feltétlen, hogy a végítéletünk az legyen, hogy Wessen Klára, azok is gyengék. Ennek ellenére, hogy ez a film rossz, mit gondolsz, milyen hatása lesz a közönségre, a választó közönségre, mert ez a lényeg, ugye ez volt nyilvánvalóan a cél. Amikor egy régi beszélgetésben egy Ben Fentessel, még az akkor létező Echo TV-ről beszélgettünk, és én értetlenségemet fejeztem ki, hogy miért ennyire rossz ez a televízió, amikor egyébként megvan a... Amikor Mészáros Lőrinc, amikor megkérdezték, megvette a televíziót, milyen televíziót akar csinálni, jó televíziót akarok csinálni, és mégis rossz lett. És erre az volt a válasz, amit azóta már megértettem, csak ez egy régi beszélgetés, hogy igazából vannak olyan termékei a NER-nek, sőt a legtöbb termékei ilyen, ami nem szól másról, mint a meglévő tábor, kérdés, hogy ez fogyatkozik-e vagy sem, de létező meglévő alaptábor, a B-közép lelkesítéséről, tüzeléséről. Akik beülnek erre a filmre, összesen egyébként egy nagy moziteremben talán 8-an ültünk összesen, három idős hölgy a végén megtapsolta ezt a filmet, és kollégáim, akik voltak első vetítéseken, nyilván akkor nagyobb létszámmal futott a film, bizony a közönség egy része, jelentős része megtapsolta a moziban ezt a filmet, tehát nyilván a B-középnek, akit lelkesíteni kell, akit mindenképpen el kell vinni, szavazni, legyen ott, és vigye magával még egy embert legalább, rájuk ez hat, és nyilván úgy hat, hogy meggyőzi őket, hogy ezek a mocskok, ezek soha többet ne térjenek vissza, és bárki jön, akár Márki-Zay Péter, vagy Karácsony Gergely, úgyis Gyurcsány tér vissza. Erre elég. Fiatalokat, bizonytalanokat nem fog meggyőzni semmiről. Hát akkor menjünk tovább. Ítélet született, legalábbis Horvátországban, Hernádi Zsolt ügyében, ahol egy 2 éves börtönbüntetést hagyott jóvá a horvát legfelsőbb bíróság. Ez egy korábbi ítélet, tehát itt egy jóváhagyásról van szó, és hát arra számítanak, hogy Hernádi nem fog megjelenni a horvát börtönnél, tehát ki fognak adni megint egy elfogadó parancsot, mint egy korábban már volt ilyen, de az akkor a tárgyalásra szóló idézés követően adták ki, most pedig ugye a börtönbüntetés ügyében, és hát ennek erről az elfogadó parancsról kell majd az illetékes magyar bíróságnak döntenie. Itt tartunk ebben az ügyben, hogy miről van szó, azt gondolom már mindenki tudja, a horvát Ina nevű olajcég körüli ügyletekről, amiben állítólag Hernádi Zsolt, illetve a MOL több vezetője korrupciós pénzeket osztogattak, hogy megszerezzék. Fölvásároltuk az INA egy részét, a meghatározó részét állítólag kenőpénzzel. Méghozzá a horvát miniszterelnököt kente meg. Tudjuk, hogy mennyi pénzzel? Hát 10 millió euró volt, vagy 5 millió? 5 millió. Ivo Szalander, aki a másik vádlott, ő börtönben, de nem ezért, hanem egy másik ügyből kifolyólag. Igen. Na hát egy miniszterelnök, volt miniszterelnök. Hát igen, van ez így. Szlovákiában meg Horvátországban előfordul, másról még nem annyira. Hát Romániában is láttunk azért. Szóval, mit gondoltok, ki adják? Hát miért adnák ki? Nem, én inkább azon csodálkozom, hogy Horvátország azért sok szempontból hasonlít Magyarországhoz. Az ottani politikai élet, az ottani vezető erő mindig viszonylag jóban volt Orbánnal, hát most az utóbbi időben kicsit elhidegültek, de azért például annak a kereszténydemokrata internacionálénak az másik alelnöke, akit szintén most választottak meg Orbán Viktorral együtt, a horvát miniszterelnök. Szóval egy politikai tábor, és a horvát viszonyok sem olyan nagyon különböznek a miénktől, illetve egy lényeges dolgokban igen, nincs nem hogy kétharmados, de abszolút többsége sem a vezető horvát kormánypártnak. Szóval ennyiből nehezebb, de a hajlamaik, az ösztöneik, a politikai elképzeléseik többé-kevésbé hasonlók. Hogy nem tudta elintézni Orbán Viktor ez alatt a, nem tudom hány éve, ez már megy egy 10 éve, vagy körülbelül. Hogy nem tudta elintézni a horvátokkal, hogy
felejtsük ezt el, visszaadjuk az INA-ban a részesedést, valamennyiért legyen ez egy kölcsönösen elfogadható összeg, ennél bonyolultabb gazdasági és diplomáciai kérdéseket is megoldottak már a világon, még talán a magyarok is megoldottak ilyet. Nem értem, hogy Orbán miért nem tudta vagy akarta magát belevetni ebbe teljes erővel, mint hogyha valamit remélne attól, hogy állandóan ott van ez a MOL-INA kérdés a két ország viszonyában, semmire nem jutunk vele. Jobban járnánk, ha Horvátországgal minden szempontból kiegyensúlyozott kapcsolatunk lenne, és Orbán még különösebben jól járna, és nem volna ez a zavaró tényező. Nem tudom, nem értem, hogy miért nem tette meg a tőle telhető, csak a tőle telhető. Gyakran jár oda nyaralni. Például, igen. Szerintem sokkal jobb kapcsolatai vannak a horvátokkal. Ezért mondom, az egészet nem értem. Biztos, hogy elintézhető lett volna. Valami ilyen, talán mi vagyunk az erősebbek, mi vagyunk a nagyobbak. Ez mindig így volt a történelemben. Nekünk nem mondjátok meg, hogy akkor a MOL most hogy szerzett tulajdonrészt. Az a miénk, úgyhogy vagy elismeritek, vagy nincs mit tárgyalni. Legfeljebb Hernádi Zsolt itthon marad. Hát szegény, de az az ő baja. Talán abban bíztak, hogy telnek múlnak az évek. Ugye ez a 2009-ig nyúlik vissza a történet. Ugye itt az elévülés az ilyen ügyekben ugye 10, vagy ha bonyolodik az ügy, és újabb eljárásoknak a 12 év, tehát ez egy belátható időtáv, ugye ez most vita tárgya is, hogy egyébként elévült-e vagy nem évült el. Én arra tudok csak gondolni, hogy bízhattak abba, hogy ez majd szépen úgy elévül, Horvátországban sem lesz már annyira téma, nyilván azért Horvátországban azért ott a nemzeti büszkeség, most a nacionalizmus az egy negatívan hangzó szó, ez nem feltétlen csak negatív értelemben mondom, ez ugye erősen jelen van, tehát talán a társadalom felé nehéz lenne eladni azt, hogy miért hagytuk ezt ennyiben, miért hagytuk, hogy a nálunk picivel nagyobb Magyarország lenyomjon minket, viszont bízhatott abban mind a két oldal, hogy majd így szépen ez így elcsendesül ez a sztori, elévül, aztán majd egy mínuszos hírben megjelenik az, hogy amúgy lezárták, és vége a történetnek. Hát a mi történetünknek is lassan vége van, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Megbeszéljük mai számában György Zsombor volt itt, a Magyar Hang főszerkesztője, Rab László, a Mozgóvilág olvasószerkesztője, és Bolgár György. Köszönöm szépen! Köszönjük!